A bontási munkálatokkal megkezdődött a Paksi polgármesteri hivatal épületének belső felújítása. Ez több mint 60 négyzetméter felületet jelent majd, ugye három szinten újulnak meg a vizes blokkok. A felújítási munkálatokat tartalmazó szerződést március elején írta alá Szabó Péter polgármester és a kivitelező Farkas János, a Pannonia Color építőipari és korrózióvédelmi Kft. Ügyvezetője. A rekonstrukció meghaladja a nettó 61 millió forintot, amit a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól elnyert támogatásból és önkormányzati önerőből biztosítana. A kivitelezési szerződés megkötését követően a szerződésben rögzítettek szerint megtörtént a munkaterület átadása. A kivitelező ezen a héten kedden felvonult, és az első ütem szerint a földszinten kezdte a munkálatokat, ami érinti a mostani konyhahelyiséget, illetve a földszinten lévő vizes blokkokat. Ezt követően a kiviteli terveből meghatározott ütemezés szerint alulról fölfele fog haladni a kivitelező. A munkavégzés időtartama 3 hónap, ez idő alatt tehát az épületben található összes vizes blokk megújul majd. A felső szinti vizes blokkokhoz képest annyi változás lesz, hogy a földszinti vizes blokk az nagyobb kubatúrában fog megvalósulni, tehát azt a régebbi büfének a helyét is fel fogjuk használni, tehát egy nagyobb vizes blokk lesz lent a földszinten, mint korábban. A föntiek azok maradnak a meglévő kubatúrájában, azok is teljes körül meg fognak újulni, építészetileg, gépészetileg és épületi villamosságban is. A konyha felújítása miatt az ételkiadást és az étkezést másik helyiségben oldottuk meg, és az ügyfélfogadást sem zavarják a rekonstrukciós munkálatok, mondta el Fillér Gergő. A kivitelezőnek volt egy olyan szerződéses kötelme, hogy előfordulhat például esküvők esetében, hogy munkaszünetet kell elrendelni arra az időre, illetve volt már rá precedens, hogy egy olyan fontos megbeszélés volt, ahol le kellett a munkálatokat állítanunk, de ezt a kivitelező vállalta és tolerálja. A felújítást a kivitelező Paksi alvállalkozók bevonásával végzi.